Én tenni komolyan indulok. Akkor a táskámból kiveszem a cuccot, amiből lesz most kis kigyúlás. És aztán megfele hazafele. Ez egy ilyen, hogy én nem látom. Oven bucket, joghurt with herbs. Hülyeség. És itt van, amiért igazából is itt vagyok. Mindenféle rossz ízű cukorkáját. Ugye van bimbazó. Ez az a utódja. Ugye rossz ízek vannak benne, csak ez nem bimbazó a izéje. Hanem Finny Beans. Nagyon jó van itt ki. Finny, de egyáltalán nem Finny. Olyan, mint a bimbazöld, csak nem bimbazöld. De ugyanolyan. Szóval, ja. Iskolatáskám. Ma kaptunk meg a füzeteket. A szarokat. Kezdődjön a vidi. Na hát akkor, sziasztok! Készítettem minden még reggel tehát. Készítettem minden még teás dobozt. Készítettem a teás dobozt. Készítettem még vicceni, meg papírt. Mondom Szilviát. Igen. Pékkel mellette, ha? Bocsi, mama. Oké? Itt van a kipazára. Na, akkor készítünk a pizzát. Milyen fűszeres szaga van. Így néz ki. Ki is veszek egyet. Ez chips. Milyen chips ez? Kóstoljuk már. Kicsi savanyú, joghurtos, ízes, sütésű szerintem, ha. Meg ilyen zöld fűszeres. Nem tudom, hogy chips lenne, hanem. Ilyen texas fűszer. Nagyon rossz. Nekem egy 10/7. Na. Hátra az ízek. Na. Már. Van itt. Eper. Mi a szar? Eper, vagy ilyen régi garnélarág. Old shrimp, és oda írom. Kóla vagy kutyakaja, mert kell utánozni a bimbazot, nem tudom. Pina colada, vagy romlott tojás. Oké. Dinnye vagy, mi a szar? Dinnye vagy takony. Oké. Citrom. Vagy rohadt dinnye. Cseresznye. Vagy vér. Vagy incsiklandó. Narancs. Vagy penészezett mangó. Hogy hívják én? Kékáfolya vagy fogkrém, az oké. Zöldalma vagy fű. Mangó. Mangó vagy. Mi az szörös? Nem tudom, ez nem tudom annyi. Mangó vagy. Keményítő. Szerintem azt jelenti, de nem biztos. Mindegy. Körte vagy. Fingom sincs mi az. Körte vagy pedig levél. Ananász, vagy... Miért kellenek ezek a hülyeségek bele? Vagy csiga, nála. Vanília, vagy kosz, és barack, vagy hányadék. Tapjuk meg ezt a Finny Beans-t, mert nagyon így.
kikladók. Na, jó, hogy zaposzterem. Zaposzterem hátul. Na, szóval gyerekek, akkor csak itt van ez, és akkor meg fogjuk most kucsolni a második részben! Veled legyen, hogy a második részben, addig, hogy kibontjuk ezt a szart. Sziasztok!